szerintem a kutyát nem kiképezni kell. A kutyát nem oktatni kell, hanem a kutyát megérteni kell. Ott, ahol még a nagyszülő, meg a détszülő is él, és szép kort megérnek, 15-16 éves kort megérő ősökkel találkozunk, onnan érdemes választani kölyök kutyát. Több olyan gazdánk érkezik, aki, aki, nem szól rá a kutyára. Tehát megtörtént eset, hogy, hogy, a kutya eszi fel a, a, a zsebkendőt, és a gazda nem szól rá a kutya nevelése az egy felkészülés az emberi kapcsolatok minőségi kezeléséhez. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok, különleges vendéget köszöntök a Neked Ugatok podcast stúdiójába, Amerikából még hozzá, mert Jutka Teris, vagy Szilágyi Jutka Amerikából Washington mellől érkezett, ahol egy iskalát vezet, de erről szerintem a Jutka beszél bővebben. Nagyon örülök, hogy itt vagy, Jutka, szia! Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, szia, Gábor! Jól mondtam, ugye? Washington mellett tevékenykedsz, és hát azért nagyon örülök annak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett, mert a ma uralkodó kutyás trendek, vagy nem is uralkodó, bocsánat, inkább úgy mondanám, hogy ami ma beszivárgó kutyás, kutyatartási trendek azért nagyjából az Amerikából érkező kutyás kultúra jeleit mutatják, és mi itt sokat beszélünk arról, hogy mi történik Amerikában, hogy kutyáznak Amerikában. Hát ma ma első kézből meg fogjuk tudni. De mielőtt, mielőtt belekezdenénk, mert, mert, engem egyébként ez érdekel uh -huh. a legjobban, mielőtt belekezdenénk, létsz egy pár szót magadról, tehát hogy, 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 hogy ilyen jól beszélsz magyarul. Hát ez az anyanyelvem, úgyhogy remélem, hogy nem fogom sose elveszteni. 17 éves koromban mentem ki édesanyámmal, édesapám itthon maradt, de azóta, 1988 óta vagyok kint. És szabad, um, szabad itt beszúrni azt, mert, mert nevezetes édesapád van, akinek nagy tisztelője vagyok. Megszabad tudni, és megkérdezhetem, hogy édesapád ki, mert hát nyilván én tudom, de, de ez is izgalmas lehet. A... Igen, mm. Szilágyi János. Um, gyerekkoromban egyébként mindig, amikor azt mondták, hogy az apukád a Szilágyi János, mindig mondtam, nem én vagyok a Szilágyi János lány. <laughs> Ki tudja, hogy ki lesz a végén a fontosabb, de azért, azért ő a híresebb itthon. Um, szóval igen, egyébként apunak nagyon nehéz volt, amikor elmentünk, de azt, azt mondta, hogy egyik szemes ír, másik meg nevet, mert tudta, hogy azért nem rossz helyre kerülök, de, de nagyon hiányoztam neki ezekben az első években és akkor 17 évesen el ki a Nagy Amerikába. Egyből oda, egyébként arra a környéken? Én egy ilyen nagy kör mert anyuval oda mentünk. Az első két év egyébként iszonyatosan nehéz volt, mert ilyen anyagi, egzisztenciális vízum minden szempontból, minden a levegőben lógott. Ben laktunk a városba, de úgy csináltam, mintha kínlaknék, laknék, hogy a jó iskolába tudjak járni. Úgyhogy mindenféle érdekes. Mert hogy a, a kinlakók jártak a jó iskolába, vagy? Hát a a a az állami iskolák, tehát a nem fizetős iskolák akkoriban benne a városba nagyon-nagyon gyengék, sőt, majdnem, hogy bizonyos helyeken veszélyesek voltak. Úgyhogy a anyu kitalálta, hogy valami ismerős ismerősének úgy csinálunk, mintha velük laknék ebbe a külvárosba, és akkor reggel metrobusz, busz, Asza. <laughs> és akkor, de meg főként a lebukástól való Tehát, félelem. Mentél, mentél egy kört? Mi hát eredze? reggel, ahelyett, hogy fölszedett volna az iskolabusz, vagy ja, mint ja, a, azon a környéken ja. a tehetős gyerekeknek egyébként egy csomónak autója volt, úgyhogy sétáltam be, és mellett úgy húztak el az autók. <laughs> Azt <Asza. gül> ja. úgyhogy az első két év az nehéz volt. Hú. meg az e, édesanyámnak e, be volt mindenféle dolog ígérve, de ahogy e, igazából elégetett higa, hidakat maga mögött rögtön az összes ígéret füst, füstbe ment, úgyhogy volt egy idő, amikor én többet kerestem a kutya sétáltatással és a babysitteléssel, mint az anyukám a galériában, ahol dolgozott, úgyhogy ez, nekem az egyetemtől kezd, kezdődött a jólét, ott, ott kezdtem magam jól érezni. És hogy alakult a pálya? Tehát kimentél 17 évesen, kint érettségiztél akkor. Kint nincs érettségi, nem úgyhogy ezt megúztam. <laughs> e te kint végezted a, 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 a gimit. Hát én össze-vissza, mert elkezdtem harmadik október végén, visszajöttem nyáron, leraktam itt a harmadikból a vizsgákat, jaj, elkezdtem jaj. a negyediket az apácaiba jártam, és akkor megint októberbe visszamentem, úgyhogy ez ilyen rumlis volt. De hmm. aztán utána már normálisan végigjártam a négy év egyetemet Iowa-ban. És mi lettél? Mikor nagy lettél? Az a furcsa, hogy Amerikában ezek a liberal arts college-ban az ember egy kicsit megzavarodik, hogy igazából mit is akartam, úgyhogy én kulturális antropológiát tanultam. Azt. A... Egyetemen, aztán csináltam egy évig a Clintonnak AmeriCorps nevezetű programját, amilyen környezetvédelmi problémákon dolgoztunk kint Kaliforniában ami egyébként egy nagyon izgi, nagyon jó év volt. Aztán dolgoztam a külügyminisztériumnak, mint kísérő tolmács, amit szintén nagyon érdekes volt, mert olyan helyekre elkerültem. És milyen nyelven tolmáskodtam? Hát természetesen magyar angol. <laughs> de ez pont akkor voltam, amikor egy kicsit a magyarok szexisek voltak, mert ez volt 91-92. Ugyanazon nem hogy... szakaszban, hogy most nem vagyunk szexisek, mert kicsit. Hát egy kicsit el vagyunk jobban felejtve, de hát akkor voltak ezek a váltások, úgyhogy akkor. Non-profitokból egy roma képviselővel végigutaztam az országot, indián rezervátumokba. Uh -huh. Na nagyon izgalmas helyeken jártam. Elindult a pálya, és, és egyszer csak lett kutya. Vagy még, még hiányzik valami? Kutya akkor volt. Itthon először, amikor a szüleim elváltak, és ilyen vigasz kutyám lett végül, pedig én körülbelül két éves korom óta rimánkodtam, hogy legyen kutyám, de helyette volt törött lábú süné, volt pinty, a néni, aki vigyázott rám annál a kobormacskát betanítottam, hogy a székeken ugráljon, meg leüljön, meg lefeküdjön, de aztán végül 11 éves koromban lett az első kutyám, aki a nagyon komoly név frutira hallgatott, német juhász volt, és vele csináltam itthon a képzést, sajnos őt itthon kellett hagyni, amikor elmentünk, de amikor megházasodtam, az volt 98-ban, akkor az első dolgom volt, hogy kutyám legyen. Vettem egy könyvet, különböző kutyafajtákkal, végigolvastam, aztán rájöttem, hogy ne vicceljek, hogy nekem német juhász kell, úgyhogy az is lett, de aztán én Mondjuk ez már, a, ez már a, Harvard után volt, én, én csináltam egy graduate school, és úgyhogy nekem van egy public policy környezetvédelemre koncentráló public policy képzésem a mesterdiplomám, úgyhogy én dolgoztam, mielőtt a gyerekek voltak ilyen környezetvédelmi témákban, de aztán otthon voltam sok éven keresztül a gyerekekkel, és aztán, amikor lett kutyám, másodszor, amikor a gyerekek már egy picit nagyobbak voltak, akkor volt, kezdtem el úgy igazán kutyázni, mert akkor csináltam ezt a keresés keresésmentést. Elveszett alzheimer, kórosok, gyerekek, vadász, aki meg a lába az erdőben. Tehát Igen. Ilyen Ennek Magyarországon nagy tradíciója van. Több uh -huh. világbajnokat is adtunk uh -huh. ebben a sportában. És azt tudom, hogy már hiszen mi nem először találkozunk, és majd hmm. szerintem ezt, erről is sejtünk pár szót itt a beszélgetés kapcsán. És tudom azt, hogy mielőtt kimentél, fiatal lányként te már itt sportkutyás voltál, tehát már itt is ö, komoly vizsgákat tettél a kutyáddal. Jól tudom ezt. Ezt ez jól tudod mert a Sashegyi kutyaiskolába eljártam, és ott végigcsináltuk a K1, K2, K3-at. Akkor még így hívtál. Igen. Azóta több névváltoztatáson ment, tehát igen. És megérkeztél ki, jöttek az iskolák, ott az élet, lett egyszer csak kutyád, és hogy lett az, hogy történt az, hogy te oktató lettél? Milyen indítatásból történt, illetve mesélj, mesélj akkor kérek most már így a szakmai karrieredről, tehát hogy hogyan jutottál el oda, aki ma vagy, mert tudom azt, hogy egy nagyon jó menő intézményt igazgatsz, vezetsz, és rengetegen járnak hozzád, hogy épült fel ez a rendszer? Hogy, hogy raktad össze? 2013-ban nekem az ö, magánéletemben történt egy csomó változás, elváltam újból házasodtam, és egy, akkor volt az az, hogy akkor most milyen fajta munkát fogok csinálni. Egyik oldalról ott volt nekem ez az iskolázottság, meg a háttér, másik oldalról viszont egész gyerekkoromban. Ezt e, erről olvastam, állatorvos akartam lenni, etológus akartam lenni, úgyhogy kitaláltam, hogy most végre nagy kislány vagyok, azt csinálom, amit igazán szeretnék csinálni. E, úgyhogy. E, férjem mindig mondja, hogy ne szerencsének hívjam, de szerencsével lettek olyan partneri kapcsolataim, amivel ki tudtam építeni eléggé organikus módon, tehát nem hirdetésekkel, hanem elkezdtem kölyök kutya, tanfolyamokat csinálni, és aztán Ebből lett egyre több és több. Dolgoztam egy ideig egy olyan helyen, ahol ilyen ovi volt, tehát kutya ovi, tehát onnit sokat küldtek nekem, de aztán szerencsére eljött az a pont, amikor már megkérdezi a mostanában, az, aki jön hozzám a szomszédot, hogy ő hova járt, ők engem ajánlanak. Tegnap kaptam egy e-mailt, hogy ültem az étterembe, és olyan szépen viselkedett ott az a nagyon szép kutyus, és akkor beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy hogy miért viselkedik ezek kutyus olyan szépen is, akkor mondták, hogy hova kéne menni. Nekem mindig is ö, lelki ügyem volt, hogy, hogy jól neki kezdeni a kutyusokat, úgyhogy én, nekem ugyan vannak mindenféle másfajta óráim is, de, de igazából mindig is a kölyök kutya oktatásra összpontosítottam. annyival egyszerűbb és annyival könnyebb jól nekindítani a kutyusokat, mint később korrigálni problémákat. Hát ezzel nem tudok vitába szállni, hiszen mi tulajdonképpen ennek kapcsán találkoztunk össze, ennek kapcsán kerestél meg minket. Ö, lehet, hogy érdemes akkor most betenni ezt, hogy, hogy ö, egyszer csak felbukkantál és megjelentél itt a, a kölyök program ö, környékén hogyan találtál el hozzánk, illetve mi a terv? Mondja, kérlek szépen mondja erről, és nyilván én ezt tudom, hiszen mi már erről beszélgettünk, de azért, de azért ez is izgalmas, mert, mert uh, itt elképzelhető, hogy nekünk lesz a későbbiekben komoly fúziónk is. Általában a gyaranta szoktam hazajönni, mint mondtam, édesapám még mindig itt lakik, még vannak nagyon-nagyon jó barátságaim, úgyhogy egy ilyen uh, itthoni útnál... Uh, egyrészt elfogott a kutyahiány, másrészt pedig mindig az ember szeretne tanulni, úgyhogy elkezdtem igazából csak a interneten nézelődni, hogy ö, milyen fajta kutyaiskolák vannak, és egyszerre csak megtaláltalak titeket, és wow, ez nagyon izgén néz ki, fantasztikus, hogy mit elértek a kölyök kutyákkal. Hát egyrészt, hogyha az ember mondjuk a Youtube-on rákeres a ti vizsgátokra, hogy 10 óra után Mit el nem lehet érni egy kölyök kutyával, hogy púráznékül mögém jön az ember mögött? hogy az autóban úgy benne marad, hogy közben kis marslakók esnek le a környékén, de hát nagyon sok zavarással, hogy messziről meg lehet állítani, lefektetni, kiküldeni. Egyébként meg kell, hogy mondjam neked, hogy a, a nagyon sok mindent láttam, amitől el voltam ájulva ezeken a tanfolyamokon, de hogyha egy bizonyos pillanatot kéne említenem, egy labrador kutya ami, ha az ember nem ismeri a labradorokat, annál haspókap kutya nincsen, szóval az meges bármit tulajdonképpen, és hogyha kaja van, akkor teljesen általában elveszti az eszét. Ez a nagyon helyes kis barna labrador kutya, ez kapott egy vízlit valakitől, és már amikor a szájában volt a vízli, mondta a gazda, hogy nem, és kiköpte kiköpte a véslét, na hát ilyet még én nem láttam, hogy egy labrador kutya kiköp a szájában levő véslit. úgyhogy eh, fantasztikus azért, hogy, hogy milyen dolgokat be tudtok a kutyába építeni eh, motivációba és meg is. Úgyhogy eh, a másik dolog, ami szerintem nagyon egyértelmű, hogyha az ember egy picit belepillant abba, hogy mit csináljátok, hogy ez a gazdáknak egy micsoda fantasztikus fejlődés és folyamat. Eh, én is mondjuk azért imádom ezt csinálni, mert ez, én szeretem, nagyon-nagyon szeretem a kutyákat, de az embereket is nagyon szeretem. Ez pszichológia a gazda irányába, és kutyanevelés a kutya irányába. De ti annyira odafigyeltek minden egyes gazdára, és külön-külön segítetek mindenkinek abba, hogy, hogy a kutyájával egy bizonyos kapcsolatot elérjen, és, és hogy végigmenjen ezen a folyamaton. Ott vannak a mentorok, akik két foglalkozás között telefonálnak nekik, beszélnek velük, és azt is látom, hogy tényleg minden foglalkozás után átbeszélitek, hogy ő neki milyen nehézségei vannak, hogy tudnánk neki segíteni, úgyhogy fantasztikus tényleg, hogy mit kapnak ez alatt a, a tíz hét alatt, és hát ez nagyon látványos is <laughs> a végén, hogy milyen eredményeket értek el velük. Bocsánat kérek elsősorban a nézőktől. Azért kérdeztem ebbe bele, mert ugye mi, akik Nap mint nap rengeteg gazdával dolgozunk, mi azt éljük meg, hogy itt tényleg forradalmi dolgok történnek. Legelső sorban egy gazda, egy gazda gondolkodásmódján uh -huh. és, érzéke, gondolkodás és érzékelésében Nagy, nagyon érdekelt az, hogy egy szakember, mert ugye nekem volt lehetőségem meggyőződni arról, hogy hogy te azért komoly szakértelemmel rendelkezel. Tehát, hogy már eleve az indítás is erős, ahonnan in, ahogy innen elmentél Amerikába, de azért, amit kint elértél, az is, az is magáért beszél, És Tényleg nagyon izgalmas volt azt látni, hogy hogy euh, miket veszel észre, miket látsz meg. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad, és volt egy kritikai észrevételed is, de erről később akarok majd beszélni, mert mert az nekem még egyel izgalmasabb volt. Ez általában véve a magyar kutyás kultúráról szól. Ezt egy picit felraknám a polcra, uh -huh. hanem inkább most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy Amerika nekünk egy ilyen misztikus dolog. Amikor én megtudtam, hogy, a, hogy az amerikai vb re kijutottam, az egy elmondhatatlan euró, eufória, nem tudom hogy, hogy, hogy a, hogy a nászutadon merre jártál, ha esetleg véletlen Bostonba jártál, akkor... Oh, hát le, harvard le, az le, ott le, van, úgyhogy ott laktam pár évet. 98-ban 98 98, -ba, 98 -ba arra jártál, akkor ott éppen versenyeztem ugye a, a német juhász oh. De, de hogy... És ugye te is ebből az irányból érkezel, és mész ki, és a többi, és a többi. De hogy, ott de voltam hogy, ott ott de nem jöttél ki a stadionba. Nem tudtam nem. róla, mondjuk akkor házasodtam meg, meg írtam a mesterdiplomámat. Ez, ez mondjuk nem esett jól, de ez van. Maradjunk anyiba, hogy én olyan népszerű sportot űztem, ahol a lelátó általában töküres volt és csak a családtagok és a hozzátartozók, meg a versenytársak nézik, mert olyan dögunalmas egyébként egy halandó számára, de hát te azért nem vagy halandó, de, de hát így, ez. Egy szó, mint száz, Amerika, kutyás kultúra, mi van és mi történik ott, mi az, ami, mi, tehát nekünk ugye a nagybetűs Amerika, hogy, 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 hát ott azért, ott azért olyan, olyan kutyás kultúra, vagy, vagy annyi kutya van meg, amit még a másik oldala, amikor azt látjuk, hogy Hát nem akarok bántóan fogalmazni, hogy borzasztó, egyszerű módon, kutyát nem értve, ugye, nagyon elhízott kutyák és teljesen értetlen gazdáik, Jellemzően ezt különböző tévéműsorok karikírozzák is, vagy kifigurázzák. Mi a valóság Amerikában? Hogy élnek Amerikában a kutyával? Leginkább az érdekel, mert minket ez fog, ez fog érdekelni, hogy, hogy a magyar és az amerikai, kutya amerikai kutya -tartó kultúra, persze ez is egy hülye kérdés, tehát mert Amerika hatalmas ország, de mégis hogyha lehet ilyet, vagy hogyha vannak ott is külön specifikumok a klasszistetben. Tehát hogy léci beszélj nekünk erről, mert, mert azt hiszem, hogy engem nagyon, de szerintem a nézőket is érdekelni fog ez, hogy mi az, ami más Amerikában Egyébként, amit most utoljára mondtál, lehet, hogy legjobb, hogy itt kezdem, hogy azért az én tapasztalatom az egy városi, olyan környék, ahol az embereknek elég sok pénze van, elég sok extra ideje, tehát biztos, hogyha visszamennék oda, ahol a egyetemre jártam, Ájovába. Egyébként egy kicsit ott is kutyáztam, ugye uh -huh. egy picit van bepillantásom, tehát az, az biztos, hogy teljesen más az emberek viszonya a kutyához. Amerikában, nem tudom, hogy itthon ahhoz, hogy az ember ö, kutyaoktatást csináljon, kell-e fajta képzés, vagy... Ö, Persze, hogy kell. El, minimum egy kéthetes hetes tanfolyamot el kell végezni. De van valami vizsga, ahhoz, hogy az ember magát kutyaoktatónak tudja hívni? Vagy bárki hívhatja annak magát? Ez egy szabályozatlan terület Magyarországon. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy hála az égnek, mert amikor szabályozást próbáltak indítani akkor mi éppen azon ügyködtünk, ez nagyon vicces, ezt a közönségnek is érdemes behaltni, mm. tehát éppen azon ügyködtünk iszonyatos támadások közepette, hogy, hogy a klikkert nészerűsítsük Magyarországon, mm -hmm. mert be volt fagyva alapvetően a, 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 a szöges nyakörves és, és e, e, folytóláncos képzésbe a, a, kutya, a, a kutyaoktatás, mm -hmm. és történt akkor egy ilyen szabályozási próbánkozás, Bele is néztem, hogy mi ez. Hát egykori sportkutyás kollégáim tartották. Ilyen-olyan háttérrel, most ezt nem, folyta, nem, nem fejteném ki, de konkrétan azt tanították, hogy hogy kell a szöges nyaköröt és a folytóláncot használni. Jézus. Ez volt a szabályozási próbálkozás. Most ez át lendült a, a ló túloldalára, vagy az inga átlengett a túloldalra. Mm. Tehát most épp az ellenkezője, ellenkező hullám ö, vagyunk benne. Ö, én azt gondolom, hogy Magyarországon általában véve óvatosan kell bánni a szabályozással, mert nincsen társadalmi diskurzus, nincs. A mi kultúránk, ugye, amit te jól ismersz, mert amikor elmentél, akkor még abból mentél ki, abból a parancsuralminak nevezett egyébként soft szocialista kommunista rendszerből, gulyás kommunista rendszerből, de hogy azért mi ebből jöttünk a mi szocializációnk ebbe az irányból fejlődik. tehát Azért, mert nincsen társadalmi diskurzus, érdemi társadalmi, mi emberek nem tudunk egymással valójában beszélgetni, nagyon erősen jellemzi a magyar néplelket az irigység és a féltékenység. Nagyon szeretek magyarnak lenni, de ilyenek vagyunk. Tehát ez sajnos ezzel nehéz mit kezdeni. Tehát bár, én azt hiszem, hogy bármely szakterületen ezt lehet tapasztalni, mondok egy példát. Most már olyan távol, hogy talán elmondhatom, hogy a feleségem műúszó volt, méghozzá a legelső garnitúrát, az első szűk kis csapatban hmm. volt benne, majd később ugye ezt hátrahagyta. Ö, de még azért volt valamilyen belelátása, mert bíró lett, és a többi, és még tulajdonképpen Magyarországon érdemi komoly verseny nem történt, még nemzetközi szinten produkciót nem tudtunk felmutatni, de a műszó szövetség már ketté szakadt, és már egymást ütötték, verték. Uh -huh. Lehet, hogy ez a világon máshol is így van, de Magyarországon nagyon így van. Uh -huh. ezért, ezért aztán Magyarországon nehéz párbeszédet folytatni. Valószínűleg ez a. Ez a népküldetésünk, hogy megtanuljunk párbeszédet folytatni. Egyébként pedig önjelölt intézmények írnak ki különböző oktatásokat, ezekben mi voltunk az úttörök. Uh -huh. Tehát, tehát a, a, a tükörmódszer előintézménye annak idején. A, a Kutyabarátok Egyesülete nagyon-nagyon régóta, mert 40 éve akkor nem, bocsánat, hülyeséget mondtam, 30. 31-2 éve már oktatóképzési programokat írt ki, szintén ilyen nagyon rövid programokat, amelyek annak valamiféle kvalifikációt a végén, ugye itt, itt, itt fél egyéves programokról beszél maximum az előbb, ugye viccelődtem ezzel a két héttel, de nem vicc, mert valóban, valóban, történik, történik ez és így, és ez egy alap, és aztán rábízza az egyénre, hogy, hogy hogy megy tovább, és nagyon bátran kimernek állni az emberek, és kutyaoktatóként tudnak fellépni. Én nem hiszem, hogy ez csak a kutyázásban lenne így, szerintem ez nagyon sok helyen így van. Jellemzően, jellemzően ezután azért van egy olyan, hogy mondjam, nyilván azt tud bennmaradni, Hosszú távon, akinek azért valamilyen módon vannak sikerít, tehát az már egy egészséges szelekció, gondolom én. Kérdésedre ez volt a rövid válasz a hosszú távon. <laughs> Egyébként egy dolog, amit említettél, arra majd én is visszatérek, az, hogy van-e párbeszéd, meg hogy szétválnak-e a különböző elméletet valló oktatók. Ehm, még röviden csak azt akartam mondani, hogy Amerikában sincs igazán egyfajta képesítés, ami alapján a gazdák mondjuk ha keresnek egy kutyatanfolyamot ránézésre, elsőre tudnák, hogy ez az illető, ez ért hozzá, ez pedig nem ért hozzá. Nehéz is, mert ja. ki tudná ezt megmondani, tehát Igen. ki az a felsőbbrendű szerv, aki uh -huh. ezt, ezt, melyik politikus vagy, melyik szakértő vagy, tehát, tehát vagy egy etológus fogja megmondani, aki a kutyakiképzéshez effektív nem ért, tehát hogy... Tehát Igen, ki, és egy ki, bürokráciát ki fog... nem akarnánk erre ráépíteni, mert az sosem jól működik. Van, pontosan. Na. De em, minden esetre ami, ami ez a párbeszédet, meg a különböző szemléleteket illeti, sajnos Amerikába is eléggé megyünk a szélsőségek felé, mert az egyik oldalon ott van az, hogy csak-csak-csak pozitív módon, de még a pozitív módon belül is néha nem hozzáértően pozitív módon, tehát amit én angolul bribingnak hívok, amikor igazából megvesztegetem a kutyát azzal, hogy a kezemben van egy kaja, és hogyha látod, és zörgetem az acskót, és így csinálok az orrod előtt a vízlivel, persze, akkor leülsz, de ha nincs a kezembe vízli, nem zörgetem az acskót, uh -huh. akkor viszlát. tehát van ez a nagyon pozitív része, és azon belül is van, akinek Ebből csak egy kicsit ért, és igazából nem, nem érti, hogy hogyan kell például nagyon gyorsan váltani abból, hogy a kutyának először megmutatjuk a jutalomfalatot, és aztán ül le. Hanem... Hát, hogy a kaját, a kaját átvezetni egy szociális motivációba. Mert é... Ugye ez szokott a probléma lenni, hogy azok az idézőjelben vett szakemberek, akik mondjuk nem értik a kutya működését, és sajnos nagyon sok ilyen van, nekem inkább ez a tapasztalatom, hogy kevésbé értik és érzik azt, hogy a, a valódi kapcsolat az mindig szociális alapú. És minden más motiváció legyen, ez kaja vagy zsákmány motiváció, mind arra való, hogy a szociális motivációba átvezessük a, 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 a kapcsolat alapjába tegyük az együttműködést, vagy a kapcsolat alapjává tegyük az együttműködést. Bocsánat. Általában a kőkutya óra harmadik óráján van az, hogy leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy egyrészt, hogyan lehet az, hogy mint egy gyereknél, és az elején nagyon örülünk, amikor leírod azt, hogy a betű, de aztán elvárjuk, hogy alma, és aztán az alma leesett a fáról, és akkor írja róla egy fogalmazást, hogy az alma leesett a fáról, és miért esett le a fáról, és erről te miket gondolsz. Hát kutyánál is az ember mindig emeli az elvárásait, és, és, nem jutalmaz már ugyanúgy a negyedik héten, mint ahogy az első héten jutalmazott, és aztán pedig tulajdonképpen hagyom, hogy ők maguk elkezdenek gondolkozni, hogy a kaján kívül még mivel lehet jutalmazni a kutyát. Mi motiválja? Van az, hogy egy bizonyos helyzetben egy dolog motiválja, és másik helyzetben egy másik motiválja. Én, én nagyon sok metaforát használok, de látom, hogy te is egyébként a, amitől úgy jobban is értik az emberek, hogy ez hogy működik, hogy például, hogyha egy teniszmeccs közepén valaki odajön, és megmasszírosz téged, annak annyira kevésbé őrülsz, mint ha visszaüti a labdát, tehát vannak olyan helyzetek, amikor nem a simi kell, hanem a játék kell, van amikor, és akkor játszunk olyan dolgokat, hogy a motiváló ilyen izgibb dicséret, a nyugisabb dicséret, és, és érdekes nézni a gazdákat, mert Mindenki szereti simogatni a kutyáját, de például nem tud ö, csak játszani a kutyájával. Tehát ezeket, ezeket tanulni kell. Tanulni kell jópofa lenni a kutya szemében. Igen, Ez és nagyon nehéz. Igen. És... A kaja nagyon könnyű, <laughs> a folytólánc nagyon könnyű, <laughs> mert ezek ezek megkerülő technikák bizonyos értelemben. <laughs> Mi a folytóláncot nem használunk, a kaját használunk, tehát nem mondom, hogy a kaja rossz, de a kaja csak egy eszköz. És akkor azt mondod, hogy van van, a, van az úgynevezett pozitív technikáknak egy ilyen szélső értéke? És a másik oldalon viszont ott is abszolút csak az eszközre igazából hagyatkozva van ez az elektromos nyakör, ami egyébként most nagyon divatos lett. A, az pedig szerintem szintén vannak emberek, akik akkor használják, amikor azt nem kéne, nem úgy használják, ahogy meg igen, egyáltalán. Meg ez, meg igen. Jó kérdés, tehát jogosan felmerül szerintem a kérdés, hogy egyáltalán kell lehasználni. Igen, igen. szóval, uh, és, és akik azt vitátják, hogy enélkül nem is lehet kutyát tréningezni, azokkal szoktam azt mondani, hogy mondjuk nézd meg, hogy a nagypapád valahogy a vadászkutyáját megtanította a vadászkutyának lenni a... a, a a terelget a nyájat, és nem volt, nem volt rajtuk elektromos nyakörv. azt mondod, hogy volt már vadászkutya az elektromos nyakörv megjelenése előtt is. Ez, ez, ez gondolom. Ez gondolod. Igen. Ez Sőt, egy, a kutyák kifejlődésének, kifellődés. történelmének nagy részén ez az eszköz nem árt rendelkezésünkre, és valahogy mégiscsak sikerült Igen. tereltetni a nyájat. ezzel, ezzel Igen. nagyon mélyen egyetértek. Azt kell mondjam, hogy az elektromos nyakörv szakértője vagyok. Ez nagyon nagy képűnek hangzik, de azért nem képű, mert a legkisebb mértékben sem vagyok büszke. Az életem egy periódusában, még a 90-es uh -huh. évekről beszélünk, én a Parforce technológiába mélyen belástam magam. Tehát nagyon-nagyon uh -huh. nagyon mélyen. Ö, ö, hiszen akkor az volt az uralkodó. Volt, hogy egyszerre egy időpontban hat darab elektromos nyakörvem is volt, úgy dolgoztam. Tehát sportkutyázásban ez egy, egy bevett rendszer volt, és így merem azt állítani nagyon határozottan, hogy az elektromos nyakörv egy teljesen fölösleges, és a legtöbb esetben kifejezetten ártalmas technika. Nálunk tilos is használni, tehát mi nem is használjuk, de Európában is vannak olyan, olyan országok, államok, ahol egyébként már tiltva van a használata. Valóban, tehát el tudom fogadni, hogy bizonyos esetekben, elcsúszásoknál, stb. stb. tényleg lehet segítség, tényleg, tényleg mm, hozhat olyan eredményt, hogy, tehát ezzel, ezt el tudom fogadni, egy, egy, szökés megakadályozásánál, egy villanypásztor kirakása, és a többi. Tehát, tehát, ezt el tudom fogadni, hogy vannak, vannak szélső értékek, amikor lehet haszna, de, de, de az, nagyon ne, az nagyon nehéz egyezni valóban, hogy ez, ez, egy kiképzési alap legyen. Azt hiszem, én, én ezt... Én... Egy kölyök kutyára rárakni Aján. szerintem például bűn. És, na, és az a baj, hogy látszólag nagyon könnyű eredményeket érsz el vele, miközben élettani hatásai vannak, uh -huh. pszichésen rombol, de a legfontosabb az az, és most itt egy picit kikacsintok a saját küldetésemre, szerintem a kutyát nem kiképezni kell. A kutyát nem oktatni kell, hanem a kutyát megérteni kell. Uh -huh. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy, hogy kiképezzük, vagy oktassuk a kutyát, nekünk nem ez a feladatunk emberként, hanem az, hogy megértsük. Az, hogy képezzük, és oktassuk, az, az, az mellesleg. Mint Meg a... egy módja is annak, hogy jobban megértsük, nem? Na, abszolút. De, ez, de, de az, csak a, az csak a forma. És azt gondolom, hogy az ember így gondolkozik, akkor jobban tudja kiképezni, és jobban tudja oktatni mm. a kutyát. Tehát, hogy sokkal messzebbre eljut. Nehéz ügy. És azért is nehéz ügy ez, mert, mert egy olyan időfordulóba érkeztünk a, a, a kapcsán, ahol a kutya bekerül az emberi családba, újra visszakerül az emberi családba. Tudom, hogy Amerikában ez egy picit előbb elindult uh -huh. már, de, de, itt nálunk azért ez tényleg az ezredfordulóhoz köthető. Bekerül az emberi családba, a szűk emberi ö, ö, közösségbe, és, és az, ember új, az, az emberbe felmerült egy olyan igény, az előbb el rajdoztam, hogy újra, mert egyébként tényleg újra, mert valóban sok-sok-sok ezer évvel ezelőtt az ember tényleg érteni akartak, ugye, mert úgy tudott eredményt elérni. Akkor az ember nem használt még pórászt, ugye, amikor még, még kunyhóba, meg, meg barlangban uh -huh. akkor, akkor nem pórászt használt, hanem értenie kellett azt a társát, akit magam elé vette, akit magam elé és ugye ez a társ, ez, ez nem úgy lett társ, mint ahogy társ lett mondjuk a, a szarvasmarha, vagy bármely más háziasított állat, hanem úgy lett társ, hogy az ember szoros interakcióiba is beér. Tehát a családi környezetbe, benne aludt a hálószobában, amikor kunyhónak, vagy barlang neveztük, és a többi, és, és ö, intenzív tevékenységet fejtett ki vele például a vadászaton akkor muszáj volt érteni a kutyát, mert, mert nem lehetett parforszal dolgozni. A parforsz, a kényszerképzés az az ember-kutya kapcsolatának a megismerést helyettesítő uh -huh. technikája lett. Tehát így alakult ki később az írott történelem során a póráz, a folytólánc, majd a szöges nyakör, majd az elektromos nyakör. Ezek, a, ezek mind a kutya megértését helyettesítő technikák. Az utat lerövidíteni. Uh -huh. ezzel a szándékkal és aztán és aztán ennek a, az átlendülése pedig a, a, a kajával a, 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 a nem is a kaja, mert a, még egyszer, a kajával nincs baj, csak a, a a kapcsolati hiányjal van baj, amikor uh -huh. a kaja motivációt nem vezetjük át kapcsolatba. Tehát amikor, amikor ö, oda rendül át az ember, hogy felmentéseket ad, ez azért nem kell, hogy szót fogadja, mert ilyen fajta, ha megmorog, nem menj a közelébe, a, a, nem szabad gátolni a kutyát, mert, mert a természetben sem gátolják, mert hogy ilyen hülyeségeket Csodál is állat, igen. Lehet, nem, áh, hát az anya sem gátolja. Tehát amikor a, amikor a kölyök kutya beleharap a cicibe, akkor anya, akkor anya ö, ö, nem gátolja. Hát az, az az nem gátolja, annak a kölykei elpusztulnak, mert ugye a gennyes emlőgyulladástól, vagy az emlőgyulladástól elgenyesedik a tej, és a többi, és a többi. Tehát ez, egy borzasztó torz másik kilengést eredményezett, és, és valóban ezek, ezek tényleg ilyen leegyszerűsítő technikák. Nem ez a, nem ez a küldetés, hogy, 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 hogy egy problémát oldjunk meg, hanem az a küldetés, hogy megértsük a probléma okát, és, a, és így szüntessük meg a problémát. Bocsánat, nagyon sokáig elraboltam most tőled a szót. De, de én azért hallgatom ezt annyira szívesen, mert teljesen egyezértek veled, hogy, hogy, hogy e, tulajdonképpen, e, ha csak az eszközre hagyatkozunk, akkor az akkor kapcsolat megépítésének a hiánya tükröződik ebben. És a... Tehát ugye azt mondod, hogy van, egy, van két szélső érték. Ez Magyarországon még azért nem ennyire markáns. Tehát én azt látom, hogy Magyarországon az interneten nagyon hangos szélső értékek vannak, uh -huh. de valójában azért a, a, az emberi józanság középen tartja uh -huh. az embereket. Igen, egyre jobban befolyásoltak az emberek a a, 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 a force-free technológia irányába, egyre jobban befolyásoltak a másik oldalon a harcos parforce, vagy, 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 falka, vagy nem tudom milyen hívők, tehát ez, ez valóban van, valóban van két két szélső érték, de, de, és ők és az ő képviselék az interneten nagyon hangosak, csak azért mit tudom én, nem egy olyan tömeggel dolgoznak, ami, uh -huh. ami, ami valóban a mindennapokban hatna, de azért van egy ilyen tendencia. Tehát látom, hogy van egy ilyen tendencia. Amerikában hogy működik? Tehát ott a, 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 ugye az egyszeri amerikairól úgy gondolkodunk mi, hogy az egyszeri amerikai az, az egy dologhoz ért, de ahhoz ahhoz mondjuk nagyon, és úgy általában véve ő mondjuk e, e, szeret segítséget kérni, nem annyira kreatív, nem olyan, mint a magyar, aki mindent megold, tehát hogy, hogyha van nála egy harisnya, akkor azzal, akkor azzal repülőgépet is megszer, és a többi, és a többi, és a többi. Mi ezt gondoljuk, nyilván nem így van, mert a, mert a, mert a kulturális sztereotípiákat az, érdemes nem komolyan venni, de, de azért mégis az, tehát, hogy a, a az amerikai közegben ez a kettéválás a társadalomban is megtörtént, vagy ott is, van az, ott is megvan ez, hogy a középben nagyobb, nagyobb ö, ö, tömeg tartózkodik. Én nagyon sok, nagyon értelmes és általam nagyon respektált emberrel gondolkozom, aki szerintem nem ilyen túl, túl egyszerűen gondolkozik. Ez, ez, inkább szintén kint is ez a internet, az erre nagyon alkalmas, hogy ezeket a szélsőségeket még jobban felerősítse. Szerintem az átlagember mondjuk kap egy kölyökutyát, és akkor, akkor tudom, hogy kéne iskolába járni, hova járjak. Egyik változat, hogy vannak ezek a e, láncboltok, mint a PetSmart, ahol táp e, eledet, meg játékokat, meg ilyen és lehet kapni. És tesszük. ott szolgáltatás. És ott lehet. És ott milyenek egyébként? Hát! <síns> <síns> Oké, okay. akkor menjünk tovább. Ott, ott, én beültem, hagytak, hogy beüljek egy-kettőre. Volt, ahol egy ennél kisebb szobában végig tartva mindenki ült, és megmagyarázta. Ott a, például a petsmart klikkerek vannak, tehát megkapják a klikert, és akkor megmagyarázzák nekik, hogy az hogy működik, az jó, de, de annyi hiányosság van a szocializó... Meg hát nem, akik, akik ezt tanítják, azért nagyon minimális képzéssel tanítják. Hogyha az embernek szerencséje van, ki fog valakit, aki önszántából kiképezte magát, megért. Hozzá. Szer um, szerencsére ez Európában nem túl elterjedt, uh -huh. tehát ez, ezzel itt azért itt kell lehet találkozni. Ja. Um, úgyhogy ez az egyik változat, a másik, hogy egy kicsit olyan típus az ember, hogy úgy jobban beleássa magát, ezért mondom én, hogy én valószínűleg már egy megszűrt ö, réteget kapok. A tudatosabb, mert... de a tudatosabb. Igen, igen mert bőle. akik jönnek, azok egy kicsit már jobban igen. utána olvastak, elolvasták a 179 review-ból a nem tudom hányat. A Google meg megkérdezték, meg utána néztek, meg azt mondják, hogy jó, az egy kicsit többe kerül, de megéri, hogy többbe kerül. Um, van olyan is, aki először elment az A-ba, és aztán rájött, hogy az igen. A az nem jó, akkor <laughs> lépjünk B-t. Um, Úgyhogy em, a, persze ott van a csomó videó a YouTube-on, az a másik, amit gondolom itthon is, meg ott is csinálnak az emberek, hogy ú, van egy problémám, a kiskutyus harabdál, akkor megnézek öt videót. Az a baj, hogy egyik ezt mondja, a másik meg azt mondja, hogy pont azt ne csináljam, úgyhogy ez itt nagyon zavaros. Mert miért harabdál? Igen. Hogy harabdál? Ja. Igen, igen. Em, úgyhogy hát Szeri szerintem valószínűleg ha hasonló módon mindenki a legjobbat akarja a kutyájának. Kint egy valós valószínűleg több embernek van átlagosan egy picit több pénze erre a történetre. Ezt nagyon nehéz elhinni. <laughs> ami, ami szerintem szintén egy ne nagyon nem szerencsés dolog, és lehet, hogy ez megint egy washingtoni történet, mert ott mindenki annyira fontos a munkája, és annyira elfoglalt hogy van, aki nem ér rá saját maga csinálni, és akkor fizet, mit tudom én, ezer dollárt, hogy két hétig a kutyáját valaki kiképezze neki. Na, azok között, a helyek között nagyon sokan használják ezt az elektromos nyakörvet, mert gyors eredmények, hosszú távú kár, rövid távú ó, a kutyám. Igen. Egyébként én is foglalkoztam ja. bentlakásos képzéssel uh -huh. régen, uh -huh. és... És nagyon vicces egyébként, tehát éltem is belőle hosszú ideig, hogy... hogy Jól meg lehet hogy belőle élni. Igen, ja. és, és nagy, tehát nagyon fura, nagyon fura volt. Uh, egyszer kim voltam Törökországban, kint dolgoztam két hónapig egy ilyen vendégtrénerként az isztambuli ilyen prémium kutyaiskolán, és akkor, mikor visszajöttem, akkor határoztam el, hogy ezt felszámolom mert ott a karikatúráját láttam. El. Tehát hiába képzek ki egy kutyát, a kutyát hiába adom oda képzetten a gazdának, attól nem fog szót fogadni a gazdának, hanem a gazdát kell megtanítani arra, hogy neki szót fogadjon a kutya. Ez is egyébként egy nagyon erős pontja volt annak, hogy újra gondoljam, hogy hogy kell a kutyával foglalkozni. Igen, nem mindig, azt hiszem, hogy a, a, a kutyatartók nem mindig annak tisztában azzal, hogy hogy a kutyatartás az egyben egy életforma váltást is jelent. Mint ahogy nem szeretném összehasonlítani, de mégis vannak hasonlóságok a gyermeknevelés és a kutyatartás között. Nyilván más egy gyermeknevelése, mint egy, mint, mint egy kutyanevelése és képzése, de, de ebben a tekintetben is hasonló, hogy életformát váltunk, mert, mert megváltozik a ritmusunk, új szükségletek lépnek, és a többi, és a többi, és nem mindenki van ezzel tisztában. És ahogy a gyereknevelést sem lehet pénzzel kiváltani, uh -huh. mert hiába küldöm el a drága iskolába, meg veszek fel mellé ö, szakértő segítőt, a, a gyereknek anyára apára, családra, közös kirándulásra, leges-leges-legelső figyelemre van szüksége. Uh -huh. A figyelem a legdrágább valuta, és ez azért jó, mert azt nem lehet pénzért megvásárolni. Csak látszólag. Az mindig illúzió, amikor pénzért vásárolunk figyelmet. Az nem igaz. <laughs> Az hamis figyelem. Én itt Magyarországon azt látom, hogy erre, erre a gondolatra visszatérve, hogy nagyon sokan szeretnének gyors megoldásokat. Nagyon sokan szeretnének egyszerű megoldásokat, pontosan azért, mert nem gondolják végig ezt. Ne, ne, nem is az, hogy nem gondolják végig. Hogyan gondolhatnák végig? Egy gyerek sem tudom. Nem tudom végig gondolni, hogy hogy fogom nevelni a gyerekemet. Egyszer jönnek az impressziók, jönnek a, jönnek a napi kihívások, és nekem mindig adaptálódni kell az éppen aktuális mm. feladathoz. Felkészülni, utána nézni, ösztönből reagálni, stb. stb. stb inkább azt nem gondolják végig, hogy ez az életformaváltás vár rájuk, és utána utána ö, csodálkoznak, hogy mi történik. Nekem ez egy általános uh -huh. tapasztalatom, hogy ez kutyatartóként lesz, hogy van ez Amerikában. Tehát ott ott, ott úgy látod, hogy ezt e, e tudatosan választanak. Hogy történik jellemzően egy kutyavásárlás Magyarországon? Két fóruma van, vagy egy menhelyről, vagy, vagy egy menhelyel kapcsolatban lévő önkéntes, önkéntestől fogad örökbe valaki kölyök, vagy felnőtt kutyát, vagy elmegy és kiválasztja azt a fajtát, a tenyésztőt, stb. 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 Tehát ez a, ez a két én ezt a két módját látom leginkább. Van néha más, más de ez a két legjellemző. De az amerikai filmeket nézve látunk olyat, hogy bemennek, és akkor a, 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 a pet shopban kiskutyát is lehet kapni. Hát ez egyre kevésbé jellemző, mert egyik oldalon nagyon erős majdnem, hogy ilyen ö, morális szinten vannak, akik azt gondolják, hogy csak menhelyről szabad, és, és, és nagyon kritikusak azokkal szemben, akik mondjuk egy fajtiszta kuty kutyust ö, 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 vesznek. De azok között, akik viszont ö, rá, ö, szeretnének kutyát és fajtiszta kutyust vesznek, azokból is nagyon nagy a szórás, hogy ki az, aki igazából ennek jól utána néz, hogy hogy milyen tenyésztőnél. Itt egyébként szerintem lehetne egy kicsit jobb valami fajta információ a gaz, lendő gazdák számára, hogy ki egy jó tenyésztő. Tehát, ja, ez jó kis darásfészek azért, hogy ki a jó tenyésztő. Ki, hát, ki a jó tenyésztő? Ki a jó Jaj, tenyésztő? Most már egyáltalán nem voltam jó fej. Hát, nem, nyugodtan, nyugodtan. Cselekedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is Ki a jó lányanak. tenyésztő? Hát jó, kint Amerikában, hogyha valakinek tanácsot adok, azt mondom elsőként, hogy aki többet kekeceskedik, hogy hova rakja a kutyáját. De több, tőle több, többet kérdez, megnézi, hogy hova rakja a kutyát, az, az, az már eleve egy nagyon jó jel arra, hogy, hogy nem csak azért van benne, hogy pénzt csináljon belőle jutka uh, én azt uh, látom Magyarországon, hogy egyre többen vannak, akik nem pénzt csinálni akarnak a tenyésztésből. Uh -huh. ez, ez, egy, ez egy nagyon pozitív változás, uh -huh. de ettől még nem lesznek jó tenyésztők. Jó, tenyésztő. jó, ez mondom, ez egy, ez egy, ez egy, egy része a történetnek, a, a, a másik az, hogy mondjuk meg lehet nézni, hogy hogy néz ki az ő saját kutyája, amikor meglátogatod anyukát, apukát, akkor az temperamentuma a kutyának, olyan-e, a saját kutyádból ki szeretnél hozni. Hagyják, hogy megnézed anyukát, ha ott van apuka, apukát is megnézed, és, és nagyon tudatosan egészségügyi szempontokból szűri a, a kutyusokat, mert bizonyos fajtáknak, például mondjuk egy golden retrievernek, az magyarul mindenki... Magyarul lehet, ugyanígy, ugyan... csak egy picit magyarosan. Golden -gold 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 retrievernek... Retriever mondjuk van egy, egy ilyen nagyon erős rákos megbetegedés, most van egy csoport csoporttenyésztő, aki most már nagyon tudatosan dolgozik, hogy talán ezt ki szelektálni az, az, állományból. De, de nekem főként az, hogy, hogy arra koncentrál, hogy a kutyák temperamentum, ami legyen, és aztán iszonyatos módon szocializálja a kutyákat. Tudni, egy csomóan nem tudják, hogy, hogy egészen pici korától, hogy az a kutya mennyit van fogdosva, különböző felszínekre rakva, milyen hangokat hall, hogy Hú, ez micsoda nagy különbség lesz hosszú Állatokkal távol. találkozik, gyerekekkel találkozik. Így igaz. Ezek mind olyan fontos dolgok, melyeket később nagyon nehéz bepótolni. Igen. A menhelyekről Hú. kapott kutyáknál Hú. néha van, hogy a gazdi mondja, hogy ezt a kutyát biztos nagyon bántalmazták. Igen. Lehet, de az esetek részében a kutyát nem Pontosabb. bántalmazták, csak nem szocializálták. Jaj, de, jó, de, jó, de jó veled beszélgetni. Hogy, Igen. Hogy. Olyan topikot nyitottunk, ami egy külön podcast adást érdemel, Hú. és szerintem meg is fogjuk majd ezt tartani Hú. valamikor. Ez nagyon messzire megy, hogy ki a jó tenyész. nem voltam tisztességes azzal, hogy ezt a kérdést feltettem, bocsánat. Ezért aztán én is egy nagyon, egy nagyon rövid reakciót szeretnék erre, a neked feltett kérdésre, hogy ne csak, ne csak a te hátad ö, ö, terhelődjön. Azt gondolom, hogy alapvetően ahogy az oktatásban nem a kutyát kell kiképezni, hanem a gazdát kell elkísérni oda, hogy értse a kutyát. Ez nagyon nehéz egyébként úgy, hogyha az, aki segíteni akar, nem érti a kutyát. Oké. Okay. Ugye a tenyésztésnél sem küllemjegyeket kell rögzíteni, mint ami miatt a tenyésztés ma igazából uh -huh. működik, vagy ahogy ma működik, és ahogy a kutyákat legelső sorban küllemkiállításokon értékelik, ami szerintem egy civilizációs elcsúszás. Tehát nem, elké... nem arra lett a kutya, hogy szép legyen. Elképesztő. Igen. Tehát belegondoljuk, a józan józanésszel utána mm. kellene egy picit menni, hogy hogy emberek elmennek, és a saját egzisztenciális, érvényesülési feladatuknak tekintik, hogy a kutyájuk ott jó eredményt érjen el. És nem feltétlenül tenyésztőkről, hanem gazdákról is mm. beszélek. Ez egy nagyon csúnya, egoisztikus elcsúszás az embernek. És erre mindjárt a próbát rá tudom tenni, hogy tessék szíves lenni ránézni, hogy a kutya megnyeri a a a, küllem kiállítást, a szépségversenyt. Hogy megy haza? Boldogabban megy haza? Mint az a kutya, aki utolsó lett? Hát maximum azért, mert aki utolsó lett, az a, annak a gazdája szomorú, és a, a és a kutya érzi, hogy hogy, hogy, a, hogy a gazda nem jó kedvű. Szóval, hogy, hogy, hogy azért ez így eleve rossz az alap, és a másik nagyon nagy probléma, tehát nem, nem szabad szűrési szempontnak tekinteni, vagy, vagy legalábbis prioritásban uh -huh. szűrési szempontban tekinteni a küllemjegyeket, bizonyos mértékkel igen. A másik probléma pedig az, hogy, hogy az egészség és az egészség értése. Tehát ma, amikor jaj, és a topikok nyílnak, Ma, amikor az állatorvos azt mondja, hogy ne vigyék ki a kutyát a lakásból addig, ameddig a teljes oltottsága nincs meg, ilyen, ilyen, ilyen van állatok? E, nagyon nagy a sajnos az állatorvosokon belül a szórás, és vannak, akik teljesen értik, hogy több kutya hal meg abban, hogy. Abszolút nincs szocializálva a gazda, egy idő után nem bír vele, beadja a mehelybe, a mehelyen kiadoptálják, a másik gazda sem bír vele, és akkor végén elaltatják. Tehát ebbe több kutya hal meg, mint abban, hogy egy parvót fölszed, mert nincs parvó manapság a mi környékünkön olyan sok. De mondom, szóval van az az állatorvos, aki ezt megérti, és ezért azt tanácsolja, hogy legyen kölyök kutya tanfolyam, szocializálja, vidd mondjuk legyél okos, ne ott pisiltes, de ahol az összes másik kutya pisil, meg kakél, meg szóval vannak ennek módjai, hogy ezt meg lehet oldani biztonságosan. De sajnos, sajnos Jó. ott még kinn is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy amíg a veszettségi oltás négy hónaposan meg nem kapod. Erre szokták mondani az emberek, hogy jöhetek a kölyök hogyha órára a veszettség nélkül? Mondom, ritkán repülnek nevérek meg nem, nem nagyon hagyom, hogy bejöjjenek a terembe a veszett rókák, úgyhogy jöhetsz. Jeljezzük meg, hogy a veszettség nagyon durva betegség, de szerencsére sikerült nagyon jól visszaszorítani mm. az oltásnak köszönhetően. Mm. Létezik az, hogy, hogy ilyen tanácsot kap a gazda, és az a baj, hogy egyfelől a szocializációja sérül, másfelől pedig, és mivel nekem állatorvos volt a, a mesterem, dr. Kovács uh -huh. Zsolt, és ő mondta ezt, hogy minden kölyök kutyának és gyereknek egy évben meg kell ennie két és fél kiló koszt ahhoz, hogy az egészséges immunrendszer kifejlődjön. Uh -huh. Én ezt nagyon hiszem és rengeteg kutyával dolgoztam, százezernél több kutyával volt dolgom az életem során, és ebből a tapasztalatból merem kijelenteni azt, hogy rendkívül ártalmas az, hogyha az immunrendszer nem kap stimulációt, és persze állatorvosokkal való egyeztetésből, uh -huh. a mesteremen kívül is nyilván nagyon sok állatorvossal uh -huh. beszéltem, dolgoztam együtt az életem folyamán. Ez nem jó, ez nem jó, tehát ez nagyon nem jó, de nem akartam új topikot nyitni. Szóval egy szó, mint száz, a tenyésztőköz, a tenyésztőköz visszatérve, a kutya egészsége az, ami az elsődleges szempont kell, hogy legyen a tenyésztés során. És erre nincsenek meg a megfelelő mérőszámaink, nincsenek meg a megfelelő mérő, mérési technikánk. Én ma egy tippet tudok adni azoknak a gazdáknak, akik egyébként kutyaválasztás előtt állnak, és gondolkoznak azon, hogy ott, ahol még a nagyszülő, meg a dédszülő is él, és szép kort megérnek, 15-16 éves kort megérő ősökkel találkozunk, onnan érdemes választani kölyök tehát egyfelől De. a mentális tulajdonság, másfelől, hogy mennyi időskor élnek az ősök. Az, az Ez... egyik kedvenc eh, állatorvos és egyben egy nagyon-nagyon eh, úttörő tréner, az az Ian Dunbar, és neki az a tanácsa, hogy amikor nézed ezt a törzskönyvet, akkor kérdezd meg, hogy hány évig élt a nagymama, hány évig élt a dédnagymama, nagymama, hány évig élt, mert tudnélek, akkor Két-három éves korukban lesznek, négy éves, öt éves korukban maximum lesznek kölykeik, az nem mond még arról semmit, hogy hány évig éltek így el. Van. És így is, Annyira tragikus számunkra, hogy minden barátunktól előbb-utóbb el kell bucsúzni, mennyivel tragikusabb az, hogyha mondjuk egy 5 vagy 6 éves kutya egyszerre csak egy olyan betegséget kap. Hát, am arról nem beszél, hogy az a kutya, amelyik megéli a 16-17 éves mm. kort, szerintem ez a normál kutya kort. Tehát nálam szerencsére a kutyák általában ideig mm. szoktak élni. Az a kutya, még megéli ezt a kort, az a kutya egészen hogy jut el. Ez a korhoz. Tehát, tehát annak a kutyának nincsen két évesen, öt évesen, nyolc évesen ilyen olyan olyan betegsége. Tehát, tehát nem csak az, az a szempont, hogy én például nem szeretnék hosszú életet élni, de, de azt szeretném, hogy amíg élek, addig egészséges uh -huh. legyek. Azt gondolom, hogy ez a, ez, ez még egyel fontosabb a hosszú élet. Uh -huh, értem. Azt látom, hogy a, tehát régen a parforsz ellen kellett nekünk egy frontot nyitni Magyarországon, és rengeteg nyilat kaptunk ezért úttörőként a hátunkba, hogy, hogy, hogy szembe, tehát hogy elindultunk a parforszól leválva, elindultunk egy újfajta családi kutyás gondolkodás felé. Ma ugyanilyen problémáként látom azt, és egyre több olyan gazdánk érkezik, aki, aki nem szól rá a kutyára. Tehát megtörtént eset, hogy, hogy a kutya eszi fel a, a, a zsebkendőt, és a gazda nem szól rá és megkérdezem a gazdát, hogy segítsek-e, hogyha nem tud rászólni, és ő megmondja, hogy nem, ő nem szeretné gátolni a kutyát. Ez, ez ilyen esetek tömkelegével találkozom ma már, ahol tényleg életveszélyes helyzetbe kerülnek már kutyák, amiatt, mert a gazda nem tudja, ta, nem tudja őket gátolni, és nem csak életveszélyes helyzetbe, de ezt inkább a válaszod után. Tehát, hogy te ezt hogy látod, és ez hogy működik Amerikában, ahonnan, ahonnan a passzát szél fúj. Tehát ahonnan, ahonnan felénk, felénk sodorja a, 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 a kutya kultúrát a, a, a szél. Korábban mondtad, hogy ö, nem ö, akar az ember túlságosan sok párhuzamat fog ö, vonni a gyereknevelés és a kutyanevelés között, de néha azért nagyon hasznos -e. Ém, én van, hogy szoktam mondani az embereknek, hogyha lenne egy három éves kisfiad, és oda menne a szomszéd és belerugna, akkor rászólná le, vagy nem szólná le rá. Vagy belenyúlna a É Igen, szóval öm, ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeinknél nagyon fontos ahhoz, hogy egészséges... Tehát de, 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 de a, a, azt lett látni, hogy az Amerikából érkező filmekben is ott van az, hogy, hogy elindult az a trend, hogy ne, ne mondd ki az n betűs szót, Hát ez nem túl egészséges. De ez létezik? Tehát, hogy ez most mit tudja, Én, Jó, én el... összetalálkozom ebben egy amerikai, amerikai filmben, azt gondolom, hogy kifigurázzák karikirésre, de, de hogy ez létezik, tehát ez a, ez a nagyon erős gátlás ellenesség, ez, ez ott van a, a társadalomban, akár a gyereknevelésben, akár a kutyanevelésben? Nem, Tehát és ne essék, én rendkívül sok párhuzamot látok, sőt, messzebb megyek. Azt gondolom, hogy igazából a kutya nevelése, az egy felkészülés az emberi kapcsolatok minőségi uh -huh. uh, minőségi kezeléséhez. Legelsősorban a gyermekneveléshez, de de bármely emberi kapcsolathoz. Ezt nem szabad eltitkolni. Tehát a, kutya, a kutyának ez a missziója, hogy mi emberek jobban tudjunk egymásra uh -huh. figyelni. A kutya ezt, ez az egyes számú missziója. Oké, okay, tudom, hogy nem ezért vette meg senki a kutyáját, de akkor is az egyes uh -huh. számú missziója a kutyának. Tehát ezért nagyon sok párhuzam van. Kérdés tehát az, hogy, hogy, hogy ez a trend, ez a, ez a nagyon gátlás ellenesség, ez, ez ott van-e tényleg, átszövi az amerikai kultúrát? Én majdnem azt mondanám, hogy az iskolákban ez rosszabb, mint egy normális családban. Tehát azért nagyon sok normális szülő van, aki azért értelmesen neveli a gyerekét, de, de, tényleg ott van ez a fajta külső hatás, hogy egy állandóan választásokat kell már egy két éves gyereknek piros zoknit, zoknit most menjünk a játszótérre, nem most menjünk. A... Ami egyébként ugyanúgy, mint... E, tehát ha az embernek nincsenek szabályok az életébe, meg határok, meg, meg, nem tudja, hogy hogy mit szabad, mit nem szabad, ez egy olyan fajta bizonytalanságot ad egy gyereknek is, meg egy kutyának is. És Szörnyen annyi... káros, erről Vekeli Tamás hosszan is mm. sokat, de most én nem akarok ki nézni itt, és a kutyámmal. Um, úgyhogy um, szerin szerintem ha az ember csak filmeket megnéz, meg hasonlókat, biztos, hogy egy kicsit olyan karikatúra jelent. Azért, jel nehezen, igen, igen, tudom, íz, nekünk nekünk azért nehéz a oda kimenni. Tehát te se sűrűn szoktál ide járni, uh -huh. de nekünk kimenni Amerikába nagyon nehéz, mi a filmekből tájékozódunk. Uh -huh. És azért is kérdezem ezt, tehát hogy igen, ha a filmekből, na de ha nem a filmekből? Szerintem majdnem, hogy a, a kutyázásban lehet, hogy ez erősebb, mint a gyereknevelésben, gyereknevelésbe, hogy, hogy És a kutyázás, nem szabad a, belenyúlni. Ez, ez mit jelent? Tehát, hogy én rengetegszer találkozom azzal, hogy mondjuk a kutya fel akar enni valamit. Uh -huh. A gazda rászól, de ugye a motiváció erősebb, mint az a, az, az akarat, ami a gazda által megjelenik. Uh -huh. Ezt a gazda tudja, és tudja, hogy az akaratát meg kellene emelni, azaz akár keményebben odaszólni, odaharapni egyet, bármit tenni, hogy hogy ez ne történjen meg, mert ott abban a helyzetben reagálni, de fél attól, hogy a kutyasétáltató közeg mit szól hozzá. Nap mint nap találkozol uh -huh. ezzel Magyarországon kutyatartók, hogy rászól valaki a kutyájára. Akkora... Rászólnak, hogy miért szól rá? Kutyás, <laughs> igen. Én, én, tehát az én mondásom uh -huh. ugye erre az, hogy, hogy egy kutyára kevésszer kell rászólni, de akkor nagyon határozottan, uh -huh. és azt kell minden gazdának megérteni, hogy amikor a kutya szalad ki a busz elé, mondjuk a labda után, másik kutya után, át a másik, tök teljesen mindegy, hogy miért, uh -huh. szalad ki a busz elé, ott már nincsenek eszközei. Akkor, amikor először a kutya fel akarja enni a kaját tőle, két méterre, ott még megfoghatja a kutyát. Uh -huh. És azért nagyon veszélyesek az úgynevezett pozitív technikára épülő rendszerek, mert a pozitív technikára épülő rendszerek jellemzően egy deal alapot programoznak. A díl alap az azt jelenti, hogy a kutyának megéri ezt csinálni. De nem mindig éri meg neki. De jön az az inger szint, uh -huh. amikor ez a díl megbukik, és nincsen egy biztonsági háló. Uh -huh. És alapvetően kapcsolat ellenes ez a szilárd meggyőződésem. Uh -huh. Az ember kutya kapcsolata nem egy egyenrangú kapcsolat. Figyelem, nem egy egyenrangú kapcsolat. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem Jorma kutyámat, de a rohadék nem megy el minden reggel dolgozni, hogy feltöltse a bankkártyáját, amivel kifizeti a házunk törlesztő részletét, és a kutya-ember kapcsolat nem egyenrangú. A kutya-ember kapcsolat egy tekintély alapú kapcsolat, mint ahogy a szülő-gyerek kapcsolat is egy tekintély alapú kapcsolat az első hét évben. De hagyjuk az első hét évet, mert a kutya eddig nem lók ki, maradjunk az első három-négy évben. A kutya-gyerek kapcsolatban ugye az a nagyon nagy különbség, hogy amíg a gyerek felnő 7 éves kora Korát követően a gyerek erről a tekintéről leválik, és önálló individualitás lesz, a kutya soha nem válik le. Ez egy külön topik, ez egy külön podcastadás lesz, mm -hmm. úgyhogy aki itt akar belénk kötni, az még ne tegye, mert adunk rá majd bőven felületet, hogy belénk össön. Mert egyébként a podcast is azért született, mert rengeteg dolgunk van, nagyon sok gazdával dolgozunk, ezért nincs időnk az interneten kommunikálni, nincs időnk arra, hogy hogy a hangunkat nem csak a közvetlen közegünkbe hallassuk, most ez a podcast egyébként erről szól. Bocsánat, ez csak egy, ez egy, ez egy kikacsintás volt csak arra, hogy egyébként merre tartunk. De szóval egy szó, mint száz, visszatérve oda a kérdéshez, amit neked intéztem, tehát, tehát itt Magyarországon nagyon erősen elindult az a, az, az ilyen agysorvasztó trend, hogy hogy ne gátold a kutyát. És Egyre kellemetlenebbé válik, ha egy gazda rászól a kutyájára. és ne essék, én a parforsz elleni küzdelem keresztes lovagja vagyok. Pápa által többszörösen kikült, ki, kitüntetett és fejedelmi címet uh -huh. adományozott, vagy kapott keresztes lovagja mert olyat küzdöttem Magyarországon a parforsz ellen, mm -hmm. és annyi támadást kaptam, és annyian törölték, próbálták törölni belém a, a lábukat emiatt, és a többi, mm -hmm. és a többi. Úgy mondom most ezt. Tehát nem nem úgy mondom, mint aki egyébként egyébként a másik oldalon áll. Abszol a klikkert mi honosítottuk meg Magyarországon, az első klikkert mi hoztuk be, mi terjesztettük el a használat, és a többi, és a többi. Az, a... És így mondom azt, hogy ez egy rendkívül adszorvasztó trend, hogy hogy ennyire gátlást tagadóvá vált a, a, vagy, vagy el, nem nem vált bocsánat, ez nem igaz tehát egy ilyen hangos internetes legelsősorban van internetes de már de már a hétköznapokban is kiérkező ö, ö, trend jelent meg és csak még bocsáss még egy utolsó és ez jellemzően ott tud felerősödni hogy az aki nem tud a problémával mit kezdeni mert nem érti a kutya működését mm -hmm. És aki nem érti a kutya működését, annak, ha meg is old egy problémát, újabb és újabb problémái jönnek elő, annak elképesztő felmentést jelent az, amikor, amikor kap erre valamilyen lózungot, valamilyen tudományos, vagy áltudományos, vagy tudományosnak álcázott lózunk, mert most, most, ugye ez a divat, hogy egy ilyen valamilyen tudományos lózungot alacsony tapasztalattal, vagy, vagy, vagy egyáltalán nem szakirányú tapasztalattal létező valamilyen szakterületről egy lózunk beérkezik, hogy miért nem, hogy nem, és a többi. Tehát ez egy nagyon nagy felmentés, és az a nénike, vagy az a bácsika, vagy az a fiú, vagy az a lány, vagy az az akárki, aki a kutyát nem tudja elengedni, a kutyát nem tudja kontrollban tartani, hanem végigvonszolja a sétán, pórázon a parkba, és a többi, az oktatja és az mond véleményt arról a gazdáról, aki mondjuk le tudja tiltani a kutyáját, vagy rászól a kutyájára, hogyha fel akar enni valamit. Hogyan, szeret, hogyan szereted a kutyádat? Én néha ez, 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 erről is szoktam emberekkel beszélgetni, hogy van, aki szerintem egy kicsit összekeveri egy bizonyos ponton az, hogy én nagyon szeretem a kutyámat, és hogy én e, kiszolgáló személyzet vagyok a kutyámnak. És a kutya nem boldogabb, hogyha kiszolgáló személyzete van, mint hogyha egy olyan gazdája van, a, aki határokat szab, aki biztonságosabbá teszi tulajdonképpen az életét, aki mellett tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad. Az a kutya annyival boldogabb, aki... E, nem úgy érzi, hogy, hogy neki kell megoldani az összes problémát, hanem tudja, hogy a gazda megoldja helyette tulajdonképpen. Nem a problémát, de hogy segít neki felismerni, hogy ebbe a helyzetbe mik a megfelelő viselkedések és mik nem. Szóval. Em, ez egy, ez egy visszatérő beszélgetés bizonyos gazdákkal, akik, jaj, most, 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 most szeretnél játszani azért, ugatsz rám, Ak akkor igen, igen, már nagyon rég nem játszottunk, akkor, akkor játszunk most egy kicsit. Akkor mit, mit akarsz, mit szeretnél, hogy ez, ez a kutyának... Mere menjünk, igen. milyen kaját szeretnél. Ez, 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 ettől a kutya egyébként több bizonytalan lesz. E, és, és Ugyanúgy, és nem érzi. egy gyerek, gyerek is. is. Ugy, ugyanúgy, a egy gyerek is. Tehát, hogyha nincsenek meg ezek a határok, nincs az, hogy fölnézek az anyura, és azt mondom, hogy az anyu eldöntő, mikor megyünk a játszótérre. Nekem három évesen nem ez a dolgom, hogy kitaláljam, hogy most menjünk a Sőt, játszótérbe. Ha azt látja a gyerek, Igen. hogy anyu, ilyen kérdésekbe von be engem, Tök akkor, akkor azt itt. látom, hogy anya bizonytalan, igen. és akkor, akkor én is bizonytalan igen. leszek. Tehát a világ a gyereknek... nem egy biztonságos hely, mert, mert állandóan nekem kell dönteni, pedig én három Beckerli éves vagyok. Vekerítem Tamás, Tamás erről nagyon, igen. nagyon, nagyon jókat igen. mondott. Mindenkinek ajánlom, aki elbizonytalanodik, hogy, hogy mennyire kellenek ez a keretek a gyereknevelésbe. De jöjjünk vissza a kutyára. Igen, igen, ez egy nagyon fontos értés. Aki ismeri a kutyát, aki ismeri a kutyát, aki tudja, mi az a kutya, az tudja, hogy a kutya úgy került az ember mellé, hogy feladta a saját ösztön motivációján alapuló evolúciós fejlődését, átadta az irányítást az embernek. Ma a kutya akarata nem, hanem az ember akarata érvényesül. Nem az ösztön, nem a faj emlékezet nem a faj tudás, mint más fajoknál, hanem az ember akarata, és ezáltal az ember moralitása érvényesül, és a kutya számára ez egy biztonságot jelent. Abszolút. És a kutyának ez egy, a kutyának ez egy sok, tehát ez a kutya hosszabb ideig él, egészségesebben él, mert alacsonyabb stressz szinten létezik. Van egy nagyon érdekes etológiai kísérlet, sajnos nem tudom beidézni pontosan, egy, egy etológus barátom mesélte, <kül> Ö, a kísérlet lényege, hogy rákerestek, vagy rákutattak arra, hogy melyik egyednek van nagyobb stressz szintje a falkán belül, az alfának vagy az omegának. A nézők közül nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mik ezek a pozíciók. Az alfa az, aki vezetés döntéseket hoz és hordozza a csapatban a döntési felelősséget, irányít, és a többi elég nehezen kikezdhető az ő hatalma, és van az omega, aki, aki gyakorlatilag egy ilyen villámhárítóként működik, hogy a csapat ne sérüljön, ne egymást bántsák, ezért, ö, ö, tehát ha van valami rivalizálás a csapaton belül, akkor nem egymásnak esnek, nem egymást verik, nem egymástnak okoznak sérülést, hanem, hanem az omegát bántják, és nagyon sokszor az omega egyet ezért el is pusztul. Elég szarmeló. És lemérték, hogy kinek magasabb a stressz szintje, az alfának vagy az omegának, és döbbenetes módon az jött ki, hogy az alfának. Nagyon érdekes. Ennyire nem értjük a kutya működését. Igaz, hogy most farkast hoztam ide, uh -huh. és nem kutyát, és a kutya nem farkas, de amikor ezt mondjuk, hogy a kutya nem farkas, ez Ha <kül> egy terrier fiú, ezt most nem neked mondom, mert te nyilván tisztá vagy vele, hogy egy Yorkshire terrier fiú elkalandozna. Az erdőbe. És, és, találkozni és egy nagyon csinos farka, farkaslány. Aki mondjuk leginkább az. <laughs> és, akkor, akkor, és egy nagy fatörzs mellett heverne. <laughs> akkor, akkor, akkor. Akkor bizony, ha ez a lehetetlen lehetetlen uh, szánsz összejönne, akkor szaporodóképes képes utódokat nem zene a farkaslány. Tehát nagyon közel van még a két faj egymáshoz. Annyira még akkor a vizuális is... vagyok, most próbálom elképzelni, hogy egy farkas Yorkshire keverék. Hogy néz neki? Hát érdekes. <laughs> érdekes, érdekes és bizarr. Egyébként senki ne tegye te ezt, mert ezek a modellek, vagy, vagy ezek a... Ezek a, a félfarkas ezek kutyák a félfarkas, nagyon, veszélyesek, igen, nagyon veszélyesek. nagyon veszélyesek. Ez, ez, is egy ilyen, ez is egy ilyen modernkori hülyeség és őrület, igen. tehát borzasztó veszélyesek. A, 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 farkasnak a rossz és a kutyának a rossz tulajdonságait örökítik tovább. Nekem volt szerencsém azért ilyen egy gyerekkel találkozni. Ne tegyék. Ne, soha, soha. Ne, ne, ne de most vissza ide. Ö, csak egy pillanat, akik a erről is fogunk nyilván majd később beszélni. Ja, és hát van még egy ilyen, ha már farkas, hogy a farkas nem falkában, nem családban él. Hát persze, hát minden reggel szavaznak, meg, meg, és a többi. Igen, családban élnek, de a családnak is van hierarchiája. Van, amiben apa dönt, van, amiben anya dönt, és a többi és a többi. És van van, van, mozgó, van, van egy mozgó hierarchia, ez a farkasoknál azért nem egészen így néz ki. Tehát ott ott ez a mozgó hierarchia, mert volt szerencsén farkasfalkák életébe is beletekinteni, uh -huh. azért ez nem egészen így néz ki. Családi alapon szerveződő léte, léte, ö, 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 szociális organizmusa a a farkasfalka, ez valós de nem olyan értelemben család, mint egy emberi család. Na, bocsánat, vissza, vissza a gátlás és a gátlás tagadáshoz. Tehát akkor, tehát akkor ezzel találkozol te is. Tehát hát ez, 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 ez fúj azért Amerikában is. Akkor még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, és aztán, aztán elengedlek. Mit látsz, hogy mi, mi jön, és mi a feladat? Ez egy, ez most... Felkészülhetlenül ért. Fel, ért ez a kérdés. Azt tudom, hogy az én feladatom, micsoda, Nekem meg hogy... Nekem most vagy... tökéletesen megfelel. Ja. Én, én nem várok tőle nagy víziót, tehát mm. ö, én már erre rá is kacsintottam egyszer, tehát elmondom, mi az enyém. Mm -hmm. És akkor hát, hogyha ezzel kisegítelek. És Én Én azt érzem feladatomnak, hogy, hogy megértessük, az emberekkel azt, hogy minden, ami a környezetünkben történik, az rólunk ad visszajelzést. Igenis fel kell lépni másokkal szembe, hiszen a társadalomnak vannak, vannak ö, ö, olyan szabályzó melyek nélkül, nem lennénk tárgyak. De magunkkal lennénk, kezdődik az építkezés. De minden változás uh -huh. bennem és tőle tőlem, indul, uh -huh. minden, minden egyettől, minden individunktól, és a kutya lénye, ez a nagyon egyszerű és nagyon tiszta lény egy rendkívül erős visszatükröző, és egy nagyon-nagyon erős segítője az emberi fejlődésnek. Uh -huh. És az én misszióm az, hogy az emberek minél nagyobb, az, általában az emberekben sok, na rosszul, rosszul mondani, az egyes emberben, az egyénben felébredjen az, hogy a kutyát megismerje, ne valamilyen funkciót Akarjanak útjával, hogy ne használja, hanem megismerje, megértse, ahogy a gyerekemet is megértenem kell először, és utána fogok tudni neki segíteni, így a kutyát is megismerjem, uh -huh. és ez viszont minél több emberhez jusson el. Nekem ez a misszió. Tehát uh -huh. én ebben vagyok benne. Szerintem nagyon sok közösség van bennünk, mert, mert nem véletlenül találkoztunk össze, nem uh -huh. véletlenül fújt el a a, a, nagy amerikai szél ide hozzánk, és ez nagyon, ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon kíváncsian várom a fúziónk, a kollaborációnknak a, a, az eredményét. De, de, de ez az én misszióm. Így ebből inspirálódva kérdezem akkor most tőled, hogy nálad esetleg, tehát hogy látod a jövőt, mi lesz, mi, le, mi lenne, ha, ha, minden, minden jól alakulna tíz év múlva. Amit mondasz, abból nekem az egyik ami nagyon-nagyon szintén ö, azzal, azzal azonos, ahogy én, én ehhez hozzáállok, az, az tényleg az, hogy ez, ez egyfajta empátia. Néha az emberek rám néznek és azt kérdezik, hogy hogy, hogy neked a kutya ezt csinálja, azt csinálja, és nekem pedig nem. És, és egy csomószor szerintem az emberek túlságosan a fejükben vannak, és, és nem figyelnek arra oda, hogy. hogy oda nézzenek és megnézzék azt, hogy a kutya éppen abban az állapotban nyitott-e, odafigyele, mire képes, most mit lehet vele csinálni, most motiválni kell, most egy kicsit nyugtatni kell. És és a, amit te mondasz, hogy tényleg a kutyával való kapcsolatunk aztán visszatükröződik a gyerekekkel való kapcsolatra, a párunkkal való kapcsolatra, a világgal való kapcsolatra. Például egy csomó fiatal párral dolgozom, akik majdnem, hogy mondom, a kutyán kísérletezik ki, hogy később milyen lesz gyereket nevelni. Ez egy trend egyébként? Tehát ez, ez nálad működik ez a trend? Látod ezt a trendet? Hát szerintem sok fiatal pár van, aki még a gyereket nem akar, de akar, igen, igen úgyhogy, úgyhogy ilyennel sokkal. Meg én hát is, ezt én is látom. Akkor do dolgozom, akkor... És, 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 számomra például, mint misszió, hogyha, ha látszik, hogy a kutyával úgy kitalálja, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor én reménykedem abba, hogy majd talán amikor gyereke lesz, akkor ez egy kicsit gyorsabban, meg Akkor itt van fog Amerika, mert nálunk is ja, hasonló a helyzet. Ja. <laughs> Úgyhogy em, én, én, én nagyon problémásnak látom, hogy vannak olyanok ezen, ebben a szakmában, akik, ha leősz velük sörözgetni, bevallják neked, hogy igazából az embereket nem szeretik, ők, ők az állatokat szeretik, és hogyha ez nem lenne a gazdája, akkor hú, de jó kutya lenne ez, de hát ez elbassza ezt a kutyát. és jaj. Jutka, <laughs> hát, ez, oh. hát most, most olyat mondtál, Tegnap az iskola kell volt egy találkozom, a tükör iskola kell volt egy találkozom, és pont ez volt a vezértéma, hogy, hogy oda kell figyelnünk, nehogy méletlenül egy picit is megcsúszunk ebbe az irányba. Nagyon könnyen berendeződik egy oktató úgy, hogy gazdát, hibáztasson, gazdára vetítsen ki. Mikor a gazda azért jön el hozzánk, hogy segítsük. Igen, hogyha, hogyha mindenki kutyáját magadhoz veszed, és tiéd lesz a 150 kutya, akkor ez egy remek elmélet, de ameddig a gazdájával marad a kutya, Hú, de jó. talán jobb volna a gazdával foglalkozni. Hú, ezt, de szerettem, hogy ezt, ezt mondtad így, és én ezt most végszónak is tekintem. Hú. Olyan végszónak, hogy, hogy szinte biztos vagyok abban, hogyha az égiek is úgy akarják természetesen, hogy ez a beszélgetés folytatódni fog. Nagyon szerettem veled beszélgetni, nagyon jó volt, hogy be tudtál jönni ma. Így most utólag elárulom a nézőknek, hogy reggel hétkor kezdtünk, és ki kellett jönnöd a világ végére ide a podcast stúdiónkba. E, nagyon hálás vagyok, hogy meg tudtad ezt tenni, és, tuk, és jutott az itt tartózkodásodról erre is idő. Nagyon várlak majd később is. Tudom azt, hogy már mi készítjük elő a, a, a kollaborációt, és, és fogunk, fogunk már már fogunk hamarosan találkozni, és egy új témával, vagy akkor egy, egy fókuszáltabb témával kérlek majd, hogy új levelem beszélgetni. Drága Jutka, köszönöm szépen, és köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Nagyon jó veled beszélgetni, köszönöm.